Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rázókő legújabb adása Bereznai Danival. És mellettem Újvári Mátéval. És ebben a mostani epizódban azt fogjuk megvizsgálni, boncolgatni, kielemezni és elmondani a saját véleményünket, amit az előző részben is említettünk már nektek, nevezetesen, hogy mi a véleményünk a Drive to Survive-ról, amit a Netflixen láthattok, és ami a Forma 1-et hivatott egy kicsit jobban bemutatni, ugye rengeteg olyan felvételt láthattok benne, amelyet egyébként sosem, akár a közvetítésekben, akár a közösségi oldalakon. Az első évadot még 2019-ben vetítették a 2018-as szezont után, és egy picit ilyen szempontból szerintem menjünk kronológiai sorrendben, a tekintetben, hogy ugye ez az egész, az, hogy létrejöhetett, az annak volt köszönhető, hogy Bernie Ecclestont e, úgymond kivásárolták, és már nem ő volt a forma egy mindenható ura, hanem az a bizonyos amerikai társaság, a Liberty Media, és ők azt gondolták, hogy megpróbálják közelebb hozni a rajongókhoz a Forma 1 -et. és tulajdonképpen a sok-sok ilyen intézkedésüknek az első nagy projektje az ez a Drive to Survive volt, és egyrészt a komment szekcióban kíváncsi vagyok, hogy mi volt annó az első véleményetek erről az egészről, másrészt pedig a te első is kíváncsi vagyok, Dani, hogy amikor egyrészt megtudtad, másrészt pedig az első évadot láttad, és most kifejezetten maradjunk az első részeknél, mi volt a legeslegelső benyomásod? Az első évad nagyon tetszett. Amikor megtudtam, még nem gondoltam róla semmit, mert én nem vagyok sosem előítéletes. Úgy voltam vele, hogy nézzük meg milyen lesz. Láttam már Ronaldóról, különböző sportemberekről, különböző dokumentumfilmeket, és nagyon tetszettek azok, ugyanis annak ellenére, hogy én talán jobban értek ehhez a szakmához, mint egy átlagember, annak ellenére még a hasonló fajtáknak, mint én, is tud nagyon sok extra információt mutatni, vagy ha nem is extra információt mutatni, de legalább vizualizálni tényleg egy kamerával rendesen olyan jeleneteket, amiket sosem láthatsz. És az első évadban nagyon tetszett például a Grozan Magnussen vonal, a ház vonala, ugye 2018-ban a legjobb eredményét érhette volna el. Mai napig, mint csapat a ház, még akár dobogóra is állhattak volna melbourne -ben. mind a kettőjük kerékcseréje elromlott. Rögtön ugye azzal kezdett a dolog, ahogy Günther Steiner gyakorlatilag kivetkőzik önmagából. Utána, amikor F1 2019-ben meglátogattam, egy Form 1 futomat, a legelső szelfilm Steinerrel készült a padokban. Hm. És ugye még voltak további hibák a ház csapat részére, egyre jobban káromkodott, volt benne ilyen só része, nagyon-nagyon tetszett az, hogy kicsit belátást nyerhettünk, a csapaton belül zajló kommunikációban, nem csak a rádióban, mert azt amúgy nagyon sokszor utólag mondják fel és utólag veszik fel, akár a mérnökök rendes hangját használva, és nem is az zajlik a verseny között, az, az már akkor is kicsit ilyen Hollywood rész volt, de például amikor Grozan kiesik és a saját csapata már, már, nem tud más csinálni, csak nevet rajta, vagy amikor, amikor valakivel történik valami tipikus, ami ugye a nevéhez kapcsolódik, legyenek ilyenek akár a top versenyzők, azt jóval látni, hogy ezt hogyan éli meg a csapat mögötte is, és, és, és nem csak azt láttuk, hogy hogyan élik meg a, a rajongók a lenátókon, hanem tényleg, hogy a csapatból ki, hogy reagál, és utána kinek milyen szerepe van helyre, helyreállítani az egyensúlyt. Ezek mellett tényleg az, hogy milyen belső motivációja van a versenyzőknek, a csapatdagoknak, ki, kit, mit hajt, ki milyen rivalizálásban van egymással, és hogyan történnek ezek a döntések, ezeket sem látjuk valós közvetítésekben, maximum olvasunk róla, de így tényleg minden érzelemmel együtt láttuk ezeket az indulatokat, és ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas volt az első évben, ráadásul a 2018-as szezon egy jó szezon volt, amit uh -huh. jó volt feldolgozni, ez most a jövő beszéde majd nem szeretnék ennyire előre haladni, de mai napig úgy gondolom, hogy az a legjobb évad. Meglátjuk, hogy ez így marad -e, de térjünk vissza erre a részre, és valóban az első szezon az engem is elkápráztatott. Egyrészt nyilván mi tudtuk, hogy mi zajlik, láttuk a Netflix-es operatőröket állandóan szaladgálni, és olyan helyekre is ők bemehettek, ahova akkor már mi sem, és nyilván most a Covid alatt pedig aztán örülünk, ha egyáltalán kijutunk egy versenyre. Um, szóval, hogy tudtuk, hogy mi készül, azt is tudtuk, hogy rengeteg pénzt töltek bele, eszméletlen uh, háttérstáb az a Netflixnél, akik ezen a projekten dolgoztak, és egy csomó pilóta, főleg a, a kisebbek, tehát a, a közepes vagy kisebb versenyzők mondták azt, hogy olyan szintű népszerűséget kaptak ettől a sorozattól, amire korábban nem volt példa még, és amiről álbondni sem mertek. Ott volt például Carlos Sainz, és az ő menedzserök és egyben az unoka testvére, de ott volt Daniel Ricardo és Ausztráliában 19-ben, ahol én is ott voltam, és láttam azt, hogy, ugye szurkolók, ugye ott van a híres Melbourne volt, amikor bejönnek és a pályához érkeznek, és ott osztogatják az autogramokat a rajongóknak szebb időben, szóval hallani lehetett állandóan a rajongóktól, hogy hát láttalak a Netflixben, baromi jó arc voltál, hát aki Daniel Mitted Steiner, hát ők konkrétan Közönség kedvenc lett a Forma 1-es között. Hát nem tudom, a Breaking Bad című sorozat megvan-e, és ott van a, a, a főszereplő, aki ugye Heisenberg néven e, rossz arcot is játszik benne idézőesen, és az ő arcát átmontírozták tulajdonképpen Steinerré, és egy csomó olyan ausztrál fickót láttam, akik Steiner, Steiner, ott ilyen üdvivalgással fogadták őt. Tehát, hogy az, hogy népszerűbb lett tőle a Forma 1, az szerintem teljesen egyértelmű, és azt se felejtsük el, hogy az elmúlt években, de most főleg az Ekleston éra utolsó éveire gondolok, drasztikusan, jelentősen nem 10, hanem 100 esett a világ összes országában a Form közvetítés. Ez nagyban volt köszönhető azért alapvetően a Mercedes sikerének is, mármint hogy a Mercedes túlzott sikerének, illetve annak, hogy Ekleston nélkül soha nem lett volna Form 1, viszont az utolsó éveiben nem igazán próbált ő fejleszteni semmilyen szempontból, sőt, úgy is mondhatnám, hogy Ekleston kifejezetten arról volt híres, hogy tényleg csak a, a legkiváltságosabbak jöttek be a pedokba, a Liberty Média pedig azt mondta, hogy nyissuk meg, és jöjjön be mindenki, aki szeretne, és valahogy vigyük el a rajongókhoz, vagy azokhoz, akik ennek elnyire nem tudnak bejönni. És ugye van köztünk egy generációs különbség a Danival, nagyjából picivel több mint 10 évvel idősebb vagyok nála, és ez a Drive to Survive, ez alapvetően neked, sőt, talán még a Daninál egy picit fiatalabbaknak is szólt. És nem tudom, hogy a korosztályodnál például annó, ez mennyire aratott osztatlan sikert, vagy mennyire volt téma mondjuk a Forma 1-es hozzád hasonló idős barátaidnál, ismerőségnél. Nincs annyi ismerősöm, mert egy antiszociális gamer vagyok. <laughs> Elnézést, de... akkor a robotokkal, akikkel beszéltél. <laughs> Ak akik vannak, azok nézték. De megint csak azt mondom, hogy főleg az első évadot. Például most így, hogy kinézegettük a harmadik évadot, azt látom, hogy azokban a, a csoportokban, Uh, amíg men vagyok, szinte senki nem beszél róla, hogy mindenki hmm. mint minden elengedte volna. És lehet, hogy az azért, mert nem volt bajnoki harc, nem voltak rá kíváncsiak. Én 2016-os szezont annyira a jó lett volna, fú. ha, tudod már ott a kamera. Igen. De, de sajnos nem forgat. pedig Spanyolországban, Spálban, Monzában, meg még hol történtek Abu is jó volt ugye az utolsó Abu Dhabi igen. Arra nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna. Mindegy, sem előre, sem hátra nem tudunk szaladni. Alapból a célját ugyanúgy, ahogy mint például az eSport, a sorozat is elérte, nézőt mindenképpen hozott. Itt ez már csak az üzletemberek és a döntéshozókon múlik, hogy ők hogy számolják ki matematikailag, hogy megérte-e ezt a pénzt, megérte -e ezt a befektetést, vagy sem. Valószínűleg igen, mert nem régen jelentették be, hogy biztosan lesz nem csak negyedik, hanem ötödik évad is, szóval akkor pörög ez a masina. A negyedik évad már forog, pont George Russell viccesen ugye az Instagramja meg az egyik felületein közé tett egy ilyen képet, mert hogy hát őt konkrétan kiadták a, a harmadik évadból. Ez nevetséges, amúgy szerintem a szezon egyik legnagyobb sztoria volt, nem csak az, amikor Imolában majdnem megszerezte élete első pontjait, és eldobta. Az is szerintem már egy elég komoly dráma is. És az, hogy a Mercedes ülés is múlik rajta, Igen, és milyen csalódott az után, szerintem ezt így jól át lehetett volna vezetni arra, és hát azt, hogy vezeti a verseny, és defekt, hát az, meg az rossz az kerékcsere, a szégen, stb. A hát abból olyan Hollywood lehetett volna, sokkal inkább, mint egy-két epizódból. Nem tudom, mennyire szabad most már előre abszolút, haladni, de abszolút. ez az évad. Nem. Volt túl izgalmas szerintem, és főleg úgy látva, hogy azért lehetett volna még miből meríteni, amiből izgalmas, mert ha egy szezon nem izgalmas, és kihozza belőle a Netflix a legtöbbet, és úgysem izgalmas a sorozat, elfogadom viszont. Így, hogy meg lett volna az erejük, hogy izgalmasabbá tegyék, de nem tették, így nekem például ezért is csalódás, ez a harmadik. Igen, ez jó ez a Hollywood, amit mondtál, mert hogy pont, pont, a harmadik évadban egyértelműen azt lehet érezni, hogy nem a történéseket követően csináltak azokból a részeket, hanem mint hogyha ők év elején leültek volna márciusban, ugye nyilván tudjuk, hogy a Covid miatt később indult a szezon, és azt mondták, hogy jó, még az első futam előtt vagyunk, miből csináljunk bulit, miből csináljunk mozit. Nyilván csináljunk abból, hogy eltolták a szezont a Covid miatt. Oké, okay, az a rész az teljesen rendben is van azt az szerintem maximálisan földolgozták. Ez egy. Miből csinálunk még mozit? Hát, hát a Bottas nagyon szeretne a Hamilton utadérni, legyen az. Oké, okay. láthattuk ugye Bottasnak a mesztelen hátsóját, erről már volt egy korábbi részben. Miből csináljunk még? Fú, a Sainz eligazolt a Ferrarihoz, ugye ezt is bejelentették már a szezon előtt, akkor biztos ebben a mostani évben ők a Lando norris már nem lesznek annyira jóban. Ami nettó hazugság. Tehát, hogy Igen. nálam több minden kiverte a biztosítékot, de az egyik leginkább elferdített dolog, az a Science Norris közötti konfliktus, egy egész rész elé, vagy egy egész részt annak szenteltek, hogy a Ferrari szerződése után sainz már nem osztanak meg a infót, oké, ez benne van a pakliban, de hogy ők norris már nincsenek olyan jóba, holott az egyetlen páros volt még tavaly is, akik a Covid alatt sokszor kérték, hogy azonos buborékba legyenek, Azért, hogy együtt tudjanak videójátékozni, együtt tudjanak golfozni, együtt tudjanak ökörködni, mert szeretik egymást. Mert jóba vannak, mert barátok. És akkor azt nézem 30-40 percen keresztül, drámai zenék, meg hanggatások, meg egyéb dolgokat követően, hogy Úristen, miket vágnak össze, és itt jön a fő problémám. Nyilván tudjuk, hogy hogy működik egy televíziós műsor, nagyjából, de az, amikor, amikor pontosan tudod, mert látszik, hogy a kép nem ott készült, hogy nem, ott, nem azon a pályán vagyunk, hogy egy másik interjúból kiragadott részletet tesznek bele, csak azért, hogy az ők előzetesen általuk felállított prekoncepciónknak megfeleljen az adás, ez szerintem vállalhatatlan, és nincs olyan pilóta, aki mostanában véleményt megfogalmazott, vagy mondott a Netflix kapcsán, hogy nem legette volna azt, a gyerekek, ez gigantikus nagy felrítés, ami történt idén. És szerintem ez a fő probléma, nem tudom, neked volt-e ezen kívül még olyan rész, ami, ami nagyon azt mondtad, hogy hát ez nevetséges, mert hogy elindultunk valahonnan, egy jó kezdeményezés, olyan felvételek, mint sehol máshol, olyan sztorik adott esetben, és most az történik, hogy, hogy igazából a Forma 1 most már csak egy eszköz, és tulajdonképpen mint egy ilyen hollywoodi vagy ecuadori szappanoperát látnánk, amelynek a főszereplői Forma 1-es versenyzők, csak éppen a fele kamu. Igen, ez nekem sem tetszett. Az első évadban is már voltak ilyen hollywoodi elemek, de ott csak megerősítették azt, ami valóban történik a pályán. Itt viszont külön szálak alakulnak ki, amik soha nem is léteztek. És ez így, hogy mi benne vagyunk a Form és ezeket úgy jobban átlátjuk, és szerintem még a legtöbbetek is ezt néhány cikket elolvasva átlátja, hogy hogy van, vagy felmegy a közösségi médiára és átlátja, hogy, hogy mi, mi, az igazság. Így, így ez nagyon sok embert zavart, ezt tényleg fórumokon is olvasni lehet. Engem az is elkezdett idén zavarni, hogy elképesztően sokat beszélnek a versenyzőhöz a rádióba utólagosan. Egy gyors körön mondott, hogy hátrébb vagy, nyomjad! Basszus, egy gyors körön mindig nyomod a rohadt életbe, meg, meg ugye Lökler, amikor kergette az előtte haladó, azt hiszem Rijkerent Monzában is ugye ütközött, akkor is mondta neki, nyom, jaj, nem tudom, jaj, elvesztem, jaj, becsapódtam a falba. Ezek mind annyira túl vannak tolva, hogy szerintem a forma egy pont nem erről szól, is. Ha, mindenki koncentrál, viszonylag nyugodtan, visszafogottan, csöndesen a saját munkájára, és tényleg a, a, az agy, a fizikai és a technikai kapacitás határán táncolnak ezek az autók, és, 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 és ez nekem már nagyon-nagyon tolva abba az irányba, hogy még az idióta is megértse, hogy most kinek mi a célja ami nem baj, de én ezt nem így mondanám el, hogy közben, hanem fontos jelentek előtt leültetném az egyik versenyző csapatfőnököt, mérnököt, bárkit, és elmondanám, hogy ez a hétvége miért fontos nekünk. Itt akár milyen fejlesztést próbáltunk ki, hogy zajlik az időmérő, mi egyáltalán a DRS, hogy vannak a motormódok, stb. Ezeket nagyon rövid idő alatt egy jó szöveg, egy jó script alapján el lehet mondani, és onnantól kezdve már ami zajlik a sorozatban, azt nem kell ennyire túlszínezni, hanem magától értetődő, pont ugyanúgy, mint a legtöbb hardcore rajongó számára egy verseny hétvégén. Ennyit tudok mondani, volt ugye a Mugello nagy balesetek, azzal például nem kezdtek semmit, aztán Gasly, amikor feljutott a bugóra, Uh, nem csak a dobogóra meg is nyerte az olasz nagy díjat, az például egy szép futam volt, de ott is nekem például az a kép, amikor a dobogón így ül is fogja Pontosan a fejét, a az, az, hogy miért hiányzik, hogy miért nem látjuk, hogy ez mit jelentett neki, az, az, az nekem egy hiányérzet volt, annak ellenére, hogy nagyon ironikusan pont ugye azon a hétvégén mellé tették Ábont, aki pontot se szerzett a nagy csapatnál, Igen. miközben ő megnyerte a versenyt, úgyhogy Gasly hamarabb szerzett dobogót az Alfa mint Ábon a nagy csapattal. Az például egy nagyon érdekesen kiszínezett jó párhuzam volt, de ezek a kis elemek, meg ezek a kis túltolások engem mindegy kicsit ellenszenvesebbé tettek ezzel az évaddal kapcsolatban, sokkal inkább, mint az első kettővel. És nem is ennyire kicsik szerintem ezek az eltolások és túlzott dolgok, és azt nem értem, hogy olyan zicsereket hagytak ki az előző évadból. Az előző évad a tele volt jó versenyekkel, szerintem hosszú idő Igen. után. Portimao felvezetőkör például. Egy csomó, csomó olyan zicser kimaradt, amit egyszerűen nem értek, hogy televízióban dolgozó emberek hogyan hagyhattak ki, és nekem ezért, ezért mondtam ezt, hogy ezért volt az az érzésem, hogy te fogták, éve le, leültek, és akkor kitalálták, hogy, hogy akkor ezek a részek lesznek, ezek mentén haladunk. Ráadásul annyira, tehát az első évadban szinte egyáltalán nem éreztem ezt. A másodiknál már kezdtem ezt érezni, most a harmadiknál meg abszolút annyira idegesítő, hogy mindenkivel pont akkor, pont annál a futamnál beszélnek, és akkor pont elmondja azt, hogy na az majd azért lesz döntő, hogy, tehát hogy, hogy egyértelmű, hogy utólag próbálják ezt a szálat így kitalálni, és az adott interjú alany meg úgy meséli el, minthogyha valós időben történne. Én értem, hogy ezt nem lehet megvalósítani, nem lehet belelőni, de sokkal, sokkal őszintébbnek tűntek az előző részek, és főleg az első évad. Mint ez a mostani. Szerintem és és azért, nem jó mert, irányba megy. Szerintem azért, mert az előző részek még kicsit úgy lettek készítve, hogy ahogy esik, úgy puffan. És majd utólag kitaláljuk, hogy ezt hogy szerkesztjük meg, de felveszünk mindent. Itt meg konkrétan mintha nem akart volna már mindent felvenni, hát az... hanem csak azt ami kell, és az úgy lesz, ahogy mi mondjuk bármi is történik a valóságban nekem. Még a másik dolog, ami, ami nem tetszett. Az a kronológiai sorrend teljes mértékben való feldulása, hogy úgy ugrálunk Ausztráliából, Válejében keresztül, hát a Britanniában, mindenhol. A DiCaprio-nek az inception az a fasorba sincs egy-egy ilyen része az időnként. És, 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 ugye hova vezet ez? Tehát, hogy mondtad, hogy lesz negyedik, ötödik évad, miközben pont a napokban Ricardo nyilatkozott, hogy egészen elképesztő felítések voltak vele kapcsolatban is. Grozan már a második évad után kikelt, én emlékszem a netflix hogy gyerekek, e, sőt, Grozan azt hiszem valami olyasmit is írt ki, most tudom, hogy valaki szó szerint idézni fogja, mert rákeres a Google segítségével. Nagyon gratulálok neki, és köszönöm szépen. Tehát, hogy nem néztem utána, hogy mit mondott pontosan, de emlékszem, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy nem ezt az interjút adtam nektek. Tehát, hogy valami olyan sztorit hoztak ki belőle, amiket ő ugyan a saját szavaival elmondott, de nem abban a szövegkörnyezetben. És ugye mi volt előzetesen a cél? Az, hogy a Forma egyet vigyük el nagyobb ö, nyilvánossághoz, és ezeket a versenyzőket ismerjék meg. Oké, okay, ha csak ezt nézzük, száraz tényeket, ez megtörtént, de szerintem onnantól kezdve, hogy maguk a főszereplők, akik ebben részt vesznek, azt kommunikálják a hivatalos csatornáikon az egész világ előtt, hogy ez nem jó, innentől kezdve már a visszajárás el, szerintem. Nem tudom, ha forgatnának például az e -sportról. tegyük fel, hogy egyszer helyreáll a rend a világban, és ti is utazhattok, mehettek, ugyanúgy versenyezhetek, és a Netflix csinálna egy ilyet, vagy akármelyik gyártó, te, te hogyan éreznéd magad, hogy csinálnak veled egy interjút, pontosan tudod, miről kérdeztek, miről válaszoltál, és aztán viszont látod magad egy full szituban. Hát akkor látom, hogy az Excel-táblának eleget tettek, meghozták a számokat, meg minden, de az autentikusságát ott elvesztette. És nem feltétlenül rossz az, hogy van néhány olyan pont, amiért panaszok törnek ki a nagyvilágban, mert akkor már csak azért is megnézi a, a rajongó azt a műsort. Mert hogy mi mire panaszkodik ez a pilóta itt Twitteren? Annyiszor előjön Drive to Survey, Drive to survey, igen, igazából igen. a rossz reklám is reklám, sokszor használják ezt, én is, nekem nincs TikTok felhasználom, viszont tele vagyok a TikTokon, hm? azzal, hogy én ugye élő adásokat csinálok a YouTube csatornámra most, már több mint 100 napja megszakítás nélkül, képzétek el, és a nézőimmel játszom, és hát vannak olyan esetek, nyilván a néző nem profi versenyzők, hogy bizony balesetbe keveredek, és hát rossz vesztes versenyzőként én ezen kicsit kiakadok. Nem küldök el senkit az anyjába, de egy kicsit felemelem a hangomat és sír, hiszti, stb. Természetesen nem a legjobb csaták, hanem ezek a pillanatok vannak kontextusból teljes mértékben kiragadottan, feltöltve, rövid videóként a TikTokra, telekommentel, tele like stb. Híres vagyok ott. És amúgy többen nézik a live miatt a negatív reklám, de sokkal több a dislike, sokkal több a szidom úgy, hogy közben én nem is tettem azt, amit ő amiatt szid. Hogy volt ilyen eset például feltöltve, hogy konkrétan engem kilöktek, de azt a részét nem mutatták meg, csak azt, hogy amikor kilöktek, én kilöktem még egy embert, azért mert belelöktek abba a másik emberbe, és mindenki engem szíd, hogy én kilöktem egy embert, és még én háborodtam fel. Hát, hát hogy mi? van ez? Nem tudsz veszíteni az a baj, nem tudsz. Nem, és ez elhiszem, hogy bosszantó a versenzőknél, ugyanis nyilván őket még többen nézik, vannak szponzorációs megállapodások, és vannak olyan versenyzők, akik tényleg a legjobb tanács együtt dolgozva próbálják a lehető legtisztább, legjobb imidzset felépíteni, hogy aztán majd akár több versenycsapattal kompatibilisek legyenek, vagy csak a saját lelkük legyen a helyén, és nem szeretik, ha az ő kapcsolataikról, ő gondolataikról, ő teljesítményeikről olyan más színezéket hoznak így egy térbe, vagy mindegy, értitek, miről akarok beszélni, ami nem valós. Zárásként csak egy utolsó kérdés, és ez most jutott eszembe, mert annyiszor elmondtuk azt, hogy hogy olyan volt ez a harmadik évad, mint előre meg lett írva. Mondjunk egy pár sztorit, és aztán visszatérünk majd a következő évben, amikor kijön a valós Drive to Survive negyedik évad, évadja, hogy, hogy most így előzetesen mit mondanánk, mit találnánk ki. Én, nekem egyértelmű három dolog, így kapásból. Yuki Tsunoda egy japán, Honda által támogatott a Red Bull utolsó évében. Mármint, hogy ugye a Honda utolsó évében, de hogy elméletileg ez a, ez a fúzió, ez megszűnik. Egy. Kettő. Mik Schumacher, a hétszeres világbajnok fia, mire megy az első évben a Forma 1-ben. Három. Fernando Alonso ennyi idősen visszatért, mihez kezd? Ez kapásból három. És szerintem bármi történik a, ebben a szezonban, ezt a hármat jövőre viszont láthatjuk majd. Igen. Négy, lehet, hogy Fettel, meg Perez Verstappen, meg ezek mellett, hogy Bottasnak lehet, hogy ez az utolsó éve a Mercé és már elkezd nem hallgatni a csapatra, már elkezdenek Kemény Bottas. már össze tűzésbe keveredni, amit így a finnes modorsággal leforgatni rendkívül unalmas, de azért érdekes lehet visszanézni. Ezek lehetnének. Amúgy visszatérve még legalább egy 5 percre megemlíthették volna, ha már volt a Drive to Survive introjában, hogy Norris streamel, hogy igen. a Covid igen. néhány hónapja alatt kikkel is játszottak ezek a versenyzők? <laughs> Nyilván uramon se lehetett volna, from szóval, hogy, hogy nem kellett volna ennél öt percnél több, de azért azt a pár hónapot úgy bemutathatták volna a gyártát. Még egy utolsó sorozattal no. kapcsolatban, ezt nem tudom miért így az adás végén hozom fel, szerintem az élmennőkről túl kevés a tartalom. Sokszor azért olyan hosszú epizódokon át nézünk kis csapatokat, hogy tényleg már, már senkit nem érdekel, mit történik ott, vagy igen? Ez azért van, többségében igazad van. Ez azért van, mert ugye a Mercedesnél általában egyetlen egy hétvégén lehet forgatni, és a Mercedes versenyzők és adott esetben csapatfőnök Totó is csak egy hétvégén áll a Netflix rendelkezésére. Igen, hát ugye, ugye régen nem is álltak konkrétan. konkrétan, így van, az első évadból teljesen ki is maradtak a ferrari együtt. <laughs> egyébként jobban be tudták azt mutatni. Ugye a Ferrari-nál láttuk, és az egyébként egy nagyon jó rész volt, vagy voltak jó részei, amikor a Lökler fettel csat csatározás, de amikor már megvolt ugye fettel szerződés az Aston Martinnál, és ott is az van, hogy micsoda szigorú szabályok szerint van ott állandóan a média kezelve, erről mi is nagyon sokat szoktunk beszélni az m hogy vannak a csapatok, a csapatok sajtósai, és aztán van a Ferrari ott, 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 ott van, ahol nagyon fönt, amely még mindig azt hiszi, hogy a Schumacher győzedelmeskedik futamra futamra, de ha ez így történne, akkor sem kellene ennyire magaslóban ülniük szerintem. Úgyhogy ez többségében ennek köszönhető, miközben egyébként igazad van, és nyilván hozzátesz az élményhez, vagy hozzá tehetne pluszban az élményhez, hogyha mondjuk többet láthatok volna hamilton többet láthatok volna Fetteléket. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy idén mennyit fogjuk látni, vagy is jövőre, Uh, majd mazepint, hogy hogy alakulnak a következő hm. futalmok, hogy lesz olyan epizód, vagy nem merik megcsinálni, hogy money doesn't buy, buy you talent, vagy valami, <laughs> tudod, valami... Elhatárolodom, teljesen elhatárolodom, mert tudjuk, hogy Nikit a mazepint miért van ott, Günther Steiner is megmondta, mert az édesapja rengeteg pénzt fizet, úgyhogy <laughs> ebből igazából nem is tudunk nagyon viccet csinálni, mert önmagában már a is ezt elárulta. No, hát ennyi lett volna ez a mostani rész. Igen, csak elhúztuk ahhoz képest amennyire terveztük, viszont szerintem sok mindent érintettünk. Kíváncsiak vagyunk természetesen a ti véleményetekre. Első körben mennyire tetszik nektek úgy összességében ez a kezdeményezés, mármint a Drive to Survive, és hogy ti hogy vagytok azzal az állásponttal, amit mi képviselünk, hogy ez mondjuk elindult itt, és most megjelen pillanatban itt tart a dolog, mert egyre inkább a, a kamu irányába mentek el a dolgok sajnos. Köszönjük, hogy végignéztétek, iratkozatok föl az Unibet YouTube csatornájára, és persze kattintsatok a további videókra, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!